Üdvözlöm nézőinket, önök a Chance esélyegyenlőségi magazint láthatják. Mai műsorunkban egy nagyobb összeállítást tekinthetnek meg. Múlt héten a Roma Nem Roma Nők Akadémia elnevezésű programsorozat soron következő találkozóján vehettünk részt. Ott megismerkedtünk Baranyi Marcsi roma újságírónővel. Amikor bejöttek hozzám ügyfélként a roma asszonyok, vagy a kollégáimhoz, akkor azt érzékeltem, tapasztaltam, hogy mindig ilyen alárendelt szerepben vannak, hogy úgymond színészkedniük kell. És igazából nem tudni, hogy mi van egy hölgy mögött, egy család mögött. És akkor arra gondoltam, hogy kellene olyasmit kitalálni, amikor megmutathatjuk őket a másik oldalról, amikor kvázi idézőjelben ők ülnek az asztalnál, és a nem roma nők, nőtársaink pedig a széken. Tehát valahogy így indult ez a dolog, ez a Roma Nem Roma Nők Akadémiája. Voltak olyan nem roma és roma nők a vendégeim, akik egy különleges életutat futottak be, itt leginkább a roma nőkre gondolok, hiszen túlnyomó részük nagyon nehéz élethelyzetből jutott el, vagy éppen valahol úton van, valafelé, valamerre felé. Volt szociális munkás hallgató a vendégünk, roma és nem roma származású, volt leendő orvos tanhallgató, illetve még mindig tanul, ez roma származású volt. Különböző szakterületekről próbálok hölgyeket meghívni vendégként egy beszélgetésre. És hogy esett a mai vendégemre a választás? Véletlenül találtam Marcsira, és felkeltette az érdeklődésemet az ő életútja. És hát a beszélgetést megelőzte egy közel 3 órás beszélgetés, egy személyes beszélgetés, ami még inkább azt erősítette meg bennem azt az érzést, hogy ő lesz a következő vendégünk, és azt gondolom, hogy a mai nap, amit most már vége van a programnak, a vendégek, akik körül rajongták őt, és a szeretetükről biztosították, meg az érdeklődésükről, sőt biztatták, hogy csak előre. Azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy megint egy jó választás volt a mai vendégem. Én egy nagyon nehéz, hátrányos helyzetű roma családból származom. Mély szegénységben, mondhatom így, mély szegénységben éltünk, és én nagyon korán felismertem azt, hogy a tanulás az egyetlen út, amivel én kitörhetek, és ugyanolyan lehetek, mint bárki más. Tehát a tanulás segített kora gyerekkorom óta. Illetve az Istenbe vetett hit, mert a akkori kis falumban lévő pap elhitette velünk, hogy mindenki egyforma, és én ennek tudatában éltem az életem, hogy én ugyanolyan vagyok Isten szemében, mint bárki más, se külön, se kevesebb, se több, se kevesebb, mint bárki más, és ez adott egy életre szóló önbizalmat tulajdonképpen. És amit az anyukám a szegénységből örökségként mégis rám hagyott, az az olvasás szeretete. Ő kora gyermekkoromtól kezdve arra emlékszem, hogy újságot vásárolt, a Nőklapja című újságot, és én kivágtam a mellékletét, a mese mellékletét, és így lett mesekönyvem, mert saját mesekönyvem nem volt sajnos. Én azokat felolvastam, elképzeltem, így lett saját világom, és így a szövegértést már saját magamtól megtanultam tulajdonképpen, a hangos olvasás, meg a fantázia világom révén. És amit még anyukámtól örökségül kaptam, a Kossuth Rádió hallgatását, és az abból fakadó vágyat, hogy majd egyszer ott dolgozzam. És ez így is lett, illetve a szociális munka szeretetét, mert hogy mi szegény családoknak írtunk otthon kérvényeket, illetve az anyám, mert ő nagyon szépen írt, meg szépen fogalmazott, és romáknak, nem romáknak ő fogalmazta a kérvényeket az önkormányzat felé, és későbbiekben pedig én magam is szociális munkás lettem, és ugyanezeket csinálom most már tanulmányokkal a hátam mögött.
És ezt is az anyukámtól kaptam. Tehát a Nőklapját, a Kossuth Rádiót és a szociális munkát is. Én az általánosságban nem tudom megmondani, és nem is dolgom azt megmondani, hogy mitől fognak felemelkedni a romák, vagy mitől fognak felzárkozni. Én csak az egyéni mikrokörnyezetemre, amire én vagyok ráhatással, azért mit tudok tenni, akár a saját családomban, példaként előjárni és motiválni őket a tanulásra, saját példámon keresztül is. Tudom, hogy mindenki vágyik valami szebbre, jobbra, többre, és azt a tanulással is el lehet érni, meg más úton is. És én a tanulás útját arra motiválom őket, hogy azt válasszák, mert a saját példámon keresztül is ezt láttam, hogy amire én is vágytam, akár egy túrorudira, krémtúróra, banánra, meg tudtam venni, hogy megcsináltam a leckém. És ez későbbiekben pedig nagyobb dolgokban is hasznosult a tudás, meg a képzettségek, kivégzettségek. A következő percekben részletet láthatnak Baranyi Marcsi és Galjas Gyula egyik közös filmjéből. Megismerkedhetnek egy roma boxolónővel. Szegény családból származom, hát ha mondhatnám, hogy ahogy az anyu kifejezte, hogy az apu egyszer centrumos szatyorra ment, vagy költözött hozzá, és nem volt semmiük, egy szobakonyhás újpesti lakásba éltek, ahol ilyen kinti WC volt, szóval hogy tényleg, hogy nagyon lentről küzdött föl a családom. Anyukám részéről a nagymamám volt földje, ahol kardvirágot termelt, és ők jártak piacozni. És mi minden nyáron mentünk le kapálni, locsolni, gyomlálni, meg jártunk piacozni, és ebben segítettük így a nagyit, meg a szüleink, édesanyámékat, meg hát minket is, mert így a mama tudott nekünk egy kis pénzt adni mindig. Roma származású vagyok, édesapám roma származású, édesanyám nem roma származású, és mondhatnám így, hogy magyar nevelést kaptam, mert 7 éves koromban elváltak a szülők, és kicsit megszakadt az édesapámmal így a kapcsolat. Én először az Erzsébet suliba találkoztam lovári cigányokkal, vagy a olá cigányokkal, és volt egy ilyen csoportunk, ahol felolvastak cigány fiúk, cigány költőknek a műveit. És én ezt nem értettem. És megéreztem azt az ízt, amit ők képviselnek. És elkezdett ez érdekelni engem, és volt egy másik roma származású kollégám, aki éneket, táncot tanított nekik, és csináltunk egy ilyen roma klubot. Nekem például mindig a sport volt nekem az életemben, ami meghatározott. Alsó tagozatosan fociztam a fiúkkal, utána kézilabdáztam, és később, amikor gimnáziumba jártam Újpestre, akkor volt egy osztálytársam, aki ilyen hobbi szinten boxolt, és mondtam, hogy vigyen már le, hogy hagyd nézzem meg, milyen egy boxterem, mert az Erdei Zsoltot, a Kokót, a Csontorő Nagy János láttam a tévében, és mondtam, hú, hát én ezt meg akarom csinálni, én is meg tudom csinálni, biztosan sikerült. Többszörös Budapest bajnok lettem, bizalomkupát megnyertem, akkor Pécsen a Boszorkány kupát, ott volt, hogy első is voltam, meg azt hiszem harmadik. Magyar bajnokságon többszörös ezüst, meg bronzérmes, hogy sajnos nem sikerült fölállni ugye a dobogó lett tetejére. 2005-ben kikerültem a világbajnokságra, és ott nem lettem helyezett, de a második legpontgazdagabb mérkőzés boxoltam egy indiai lányjal. És az nekem az, hogy kijutottam a világbajnokságra,
29-30 évesen, szóval hogy ez 30 éves voltam, igen. Szóval hogy ez nekem ez egy csúcs volt, nagyon jó érzés volt, meg jó érzés fölvenni a magyar válogatottnak a mezét. Volt érettségim, mert mindig mondták, hogy menjek, érettségizzek le. Az osztálynak talán a harmadik legjobb tanulója voltam, és ott volt egy osztálytársam, aki azt mondta, hogy Melinda, hogy látja rajtam, hogy én egy ilyen segítő, akaró ember vagyok, és mondta, hogy a szociális munka szerinte, hogy az közel áll hozzám, hogy próbálja meg a Wesley János lelkészképző főiskolán ezt a szakot, és így kerültem a Wesleyre, és ötössel diplomáztam le. Én nagyon boldog voltam, hogy én voltam az első a családba, aki lediplomázott. Én egy gyermekvédelmi intézetben vagyok nevelő, és délelőtt ilyen foglalkozásokat tartok a fiatal fiúk számára, és ezt próbálom nekik mindig mondani, hogy értékes emberek vagyunk, és te is értékes ember vagy, és hogy pozitívan lássa az életét, és hogy segítsem őket, hogy nekem ez nagyon fontos. Nagyon sok olyan órát tartunk, ami nem csak az identitásával kapcsolatosan, én nagyon sok olyan órát tartok nekik, ami a romológiával, a roma kultúrával kapcsolatos, hogy az értékeket, hogy mindig a Bálaki tanár úr mondta, hogy nem rosszul nevel egy cigány család, hanem máshogy. Most én leraktam a versenyzést, edzéseket tartok, de már nem versenyzek, és próbálom az elméleti részeket kibontani és megérteni dolgokat. És például járok most egy egyetemre, Szemüvejsz Egyetem szocmunka szakára, mesterképzésre, hogy kapjak egy más ízt a szociális munkából is. Új lehetőségeket, új módszereket. Önök a Sans esélyegyenlőségi magazint láthatták. Észrevételeiket megírhatják a sans@kukac9.tv e-mail címünkre, de hívhatnak is bennünket a 0620 297 39 81-es mobiltelefonszámunkon. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, egy hét múlva!